Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket szeretettel a Ludovika Szabad Egyetem 30 éve szabadon sorozatában. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Tölgyesi Péter professzor urat, aki a rendszerváltozás 30 év távlatából címen egy átfogó előadást fog nekünk ma tartani. Azokról a szellemi folyamatokról és következményeikről, amelyek a rendszerváltozás magyarországi forgatókönyvéhez elvezettek, nem kevés nemzetközi kitekintéssel és nem kevés kronológiai távlattal sem, amelyek bizonyára 2010-ig, sőt talán napjainkig is elvezetnek. Talán emlékeznek rá, kedves közönségünk, hogy ezt a fél évi előadássorozatot egy hasonló áttekintő, nagy időtartamot és történelmi távlatot átfogó kerekasztal beszélgetéssel kezdtük el. Kulin Ferenc professzor urat kérdeztük akkor, a Károly Gáspár Református Egyetem volt dékánját, irodalomtörténészt, hogy az MDF egyik alapítójaként hogyan látja a rendszerváltozásnak a máig vezető folyamatait, és hát különösen történelmi gyökereit. Most az SZDSZ egyik alapító tagjával, 92 és 3 között elnökével, előtte egy esztendeig frakcióvezetőjével beszélgetünk, aki 1996-ig a Szabad Demokraták Szövetségének a parlamenti frakciójában politizált, majd 98 és 2000 között a Fidesz parlamenti frakcióját erősítette párton kívüliként. És hát arról is nevezetes a magyar pártpolitikai közéletben Tölgyesi tanár úr, hogy bár parlamenti képviselősége, mandátuma hosszú időre nyúlik, és megérte számos pártnak a felemelkedését, bukását, választási sikereit és kudarcait is, 1993 óta inkább közéleti, illetve tudományos, közgazdaságtani, jogászi publicisztikákban és eszékben teszi közzé a választópolgárok és a tudományos közélet előtt a magyarországi politikai életnek, különösen egyébként a rendszerváltozáshoz is köthető fejleményeiről alkotott véleményét. Kérem, hogy fogadják szeretettel előadását, azt a kontrasztot, amelyet az eddigi előadások egy részével ez a kronológiai távlat jelent, és kérem arra is Önöket, hogy gyűjtsék szorgalmasan kérdéseiket, mert előadunk gyakorlott és hosszan előadó vagy beszélő egyetemi oktatónak is számít, aki szívesen válaszolni fog kérdéseikre előadása után. Parancsoljon, tanár úr! Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák! 30 évvel ezelőtt Magyarország meg a térség összes népe előtt a történelem váratlanul kinyitott egy ajtót, ami nagyon nagy meglepetés volt, 85-ben ebből lényegében még semmi sem látszott előre, és aztán az egyik kezével tette ezt, és utána a másik kezével szinte rögtön be is csukta ezt az ajtót. Magyarországnak, ha akarom, 1000 éves vágya, hogy egy rendes, nyugodt európai ország legyen, és ez a vágy most sem sikerült úgy, ahogy azt 89-ben elképzeltük. Erre gondolom, hogy be is csukódott az az ajtó. Erről a kettős folyamatról szeretnék beszélni, a lehetőségek megnyílásáról, és más részről pedig bezárulásáról szeretnék körülbelül egy órában szólni. Magyarországon 1948-49-től 89-ig egy klasszikus kommunista rendszer létezett. Az egész térségben egy ilyen berendezkedés jött létre. Ezt a berendezkedést a térségnek egyetlen egy népe sem kívánta úgy, ahogy az később megvalósult. Valamennyi nép valamilyen módon próbált kibújni a ráváró államszocialista jövő elől. Rendkívül különböző utakat választottak a térség nemzetei. Először ugye a német nemzeti szocializmus alól akartak kibújni, utána a sztálini Szovjetunió alól. Nagyon-nagyon különböző utakat választottak, a történelmi előzményeik, történelmi múltjuk alapján, de egyiknek sem sikerült kibújni. Mindent a földrajzi helyzet határozott meg.
A szárnyországok, ahova katonai észszerűség miatt a Szovjetunió nem vonult be, Jugoszlávia és Finnország félig meddig kimaradhatott a szovjet típusú berendezkedésből. Ami közötte volt ezek térség között, ott mindenütt meglehetősen egyforma szocialistikus berendezkedés született. Függetlenül az itt élő népek akaratától, vágyától, reményeitől. A lengyelek az első pillanattól kezdve harcoltak. A létező legkeményebben harcoltak a németekkel szemben, utána az orosz megszállókkal szemben is. Minden negyedik lengyel belepusztult ebbe a harcba. Nekik voltak az egész világon legnagyobb veszteségeik ezekben az időkben. A csehek egészen más hagyományok alapján meghajtották a fejüket. A csehek vezetője akkor egy a világ tendenciákat nagyon felismerő, egészen csodálatos diplomata, Edvard Beneš volt, aki nagyon hamar felismerte, hogy ez a szovjet zónába fog kerülni ez az övezet. Nem a nyugat befolyási övezete lesz, hanem a szovjet zónába kerül. Elment Sztálinhoz, szinte elárulta a régi nyugati szövetségeseit. Mégis a sorsa ugyanaz lett Csehszlovákiának végső soron, mint Lengyelországnak. Szegény Beneš házi őrizetben végezte, és a nagy Masaryknak a fia az vagy öngyilkos lett, vagy kiesett valahogyan az ablakon. Egy biztos, hogy nem élte meg az új berendezkedést, és Csehszlovákiában a szocializmus lett. Románia a szokott módon először példamutató szövetségese volt Hitlernek, akire folyamatosan hivatkoztak, hogy lám, ilyen az igazi szövetséges. Utána pedig a frontot váltott, és a másik oldalon fejezte be a világháborút. A sorsa ugyanaz lett. Magyarország is kipróbálta a hagyományának megfelelően a vonakodó csatlós szerepét Németország mellett, utána a demokratikus szembenállást 45 után. Hiába kapott a választásokon csak 17%-ot a kommunista párt, Rákosi Mátyás következett. Rákosi Mátyás a legpéldamutatóbb tanítványa kívánt Sztálinnak lenni. Ez tulajdonképpen sok tekintetben el is érte, mikor Sztálin 70 éves volt, ketten ültek mellette a pulpituson, és a díszebédnél is ketten ültek az asztalán. Az egyik Mao Tse-tung volt, ami egy érthető dolog, a másik a mi Rákosi Mátyásunk. Egy olyan országban teremtett kommunizmust, amiről nem lehetett volna azt gondolni, hogy kommunizmus lesz. Ekkor a magyar nép számára valószínűleg a létező legnagyobb zsarnokságként jelent meg a kommunizmus. Felforgatta a sok száz éves magyar hagyományokat. Könnyen lehet, hogy a magyar társadalom soha nem keveredett annyira idegen politikai szerkezet hatalom alá, mint az 50-es évek elején. Aztán jött 56, és jött a Kádár rendszer, ami a magyar viszonyokhoz honosítani próbálta a szocializmust. Nem döntően Kádár mozgásából, hanem egy nagy nemzetközi váltásból. Sztálin ugyanis közben meghalt, és a Hruscsov két nagy újítást hozott a szocializmusba. Az egyik újítás, hogy a nép államában, a megvalósult szocializmus államában nem halhatnak tömegesen éhen az emberek. Minden úton, módon törekedni kell arra, hogy a kisemberek, munkás emberek fölemelkedhessenek. Ez volt az egyik újítás a Sztálin időkhöz képest Hruscsovnak. A másik, hogy a párt saját magára nem alkalmazza a proletár diktatúrát, nem csinál terrorpereket, és lehetőleg a kis embereket is békén hagyja. Kádár János ezzel a szellemmel kezdett kormányozni, de a másik kezével rögtön igyekezett nem annyira szembefordulni a magyar hagyományokkal, magyar viszonyokkal, hanem elkezdett igazodni a magyar elvárásokhoz. Először is nagyon komolyan vette, hogy állandóan emelkednie kell az életnívónak. Ez rögtön az elején nem lehetett másképp, mint hitelből. Az egész tábor adta össze a pénzt Magyarország számára. Részben Szovjetunió, de még Jugoszlávia és Kína is adott arra, hogy Kádár János komoly béremelést tudjon végrehajtani. 17%-kal emelte 57-ben a reálbért a KSH adatai szerint Kádár János. A másik nagy újdonsága a kisebb-nagyobb és egyre nagyobb engedményeknek a politikája volt. Kíméletlenül megcsinálta a TSZ szervezést, ami Rákosinak nem sikerült.
könyörtelen és kíméletlenül végrehajtotta, de megengedte a háztáji gazdaságot a másik kezével. Egy első pillanatra csak két esztendőt szánt a háztáji gazdaságnak, aztán ez lett az egyik legnagyobb kádári vívmány. Engedmény a nagy szocializmus nagykapuja mellett a kiskapu. A következő lépéssorozat pedig a folyamatos reformoknak az elindítása Magyarországon. Először, hogy élelmiszerellátás, ami katasztrofális volt ugye a Kádár rendszer megelőző időkben, és még a Kádár korszaknak az első 3-4 évben is igencsak rossz volt. Ennek a segítésére már elég korán, 63-64-től mezőgazdasági reformokat csináltak, és aztán 68-tól a gazdaság egészében reformokat indított el a Kádár rendszer. Ez sem volt eredeti magyar ötlet, akkor reformer irány volt a Szovjetunióban is, egészen 68-ig a csehszlovákiai fordulatig, amikor kiderült, hogy a reformok veszélyesek a rendszerre. Ha csak egy kis szabadságot is hagynak, akkor az a kis szabadság archimédeszi pont lehet, ahonnét akár az egész rendszert ki lehet forgatni. Ez volt a 68-as tapasztalat. Kádárik csak részlegesen visszakoztak a reformból, és ezek az alapelvek, hogy állandóan növekedni kell az életnívónak, bármi áron akár, hitelből is, hogyha a nagykapu nem sikerül megoldást találni az emberek elvárásaira, akkor engedni kell neki kiskaput. Ez is működött, és mikor a rendszer rászorult, akkor újabb és újabb reformokat indított. Most ezek a reformok nem tették igazán hatékonyá, átütővé a szocialista gazdaságot, viszont élhetőbbé tették a magyar szocializmust a többi országhoz képest. Magyarországon nem voltak tömegével vörösbetűs feliratok, amelyek buzdítottak a munkára, még Prágában, Berlinben, mindenütt megvoltak. A magyar rendszer nagyobb intim szférát engedett az embereknek, és ezen kívül, ahogy mondtam, félrenézett, amikor muszáj volt, és amikor muszáj volt, olyasmit is meglépett, amit a többi rendszer már nem nagyon mert. Ugyanakkor Kádár János végig tisztában volt a rendszerének a határaival. Végig pontosan érzékelte, hogy mi az, amit megléphet, és melyek azok a reformlépések vagy szabadságengedmények, amelyek már a rendszert veszélyeztetik. Magyarországon kialakult egy reformértelmiség, ami, ha úgy tetszik, sok más mellett egy magyar termék. A többi országban jóval kevésbé, vagy egyáltalán nem létezett ez az embercsoport, aki a kommunizmus, szocializmus reformálásán gondolkodott. Nálunk pedig szakértők, kutatók, tudósok, vállalatvezetők, minisztériumemberek, pártaparátusbeliek sokasága gondolkodott folyamatosan az ország reformálhatóságon. Kádár János nem volt igazán tanult ember, mégis meglehetősen pontosan érzékelte, hogy meddig reformálható az ő berendezkedés. És azt is tudta, hogy bármiből, egy aprócska kis kezdeményezésből olyan pont lehet, ami megváltoztatja a berendezkedést, és nagyon gyorsan 56, 68 vagy a lengyel 81 lehet belőle. Így aztán mindig ellenállt az ilyen típusú reformoknak. Most ezek által Magyarország egy élhetőbb rendszert adott, de nem hatékonyabb és nem jelentősen jobban növekedő rendszert. Csehszlovákiában leállították 68 után az összes reformkísérletet, az egykori reformereket külföldre száműzték, vagy az állásukból kiszorítva, sokszor fizikai munkára kényszerítették. Ha volt ország, amely visszatért a szocializmus klasszikus modelljéhez, az éppen Csehszlovákia volt, és a magyar növekedési adatok és a csehszlovák növekedési adatok szinte együtt mozogtak. Minden magyar reform ellenére. Nem volt nálunk nagyobb növekedés. Ami volt, nagyobb mozgástér az embereknek. Egy olyan hatalom, ami nem avatkozik bele annyira az emberek dolgaiba, mint Csehszlovákiában. Sőt, Magyarország igen hamar elkezdi a hiteleket fölvenni. Már nem a szocialista tábortól, az nem tudott volna hiteleket adni, mert mindenütt hasonló gondoktól szenvedett, hanem Nyugat-Európából, illetőleg az Egyesült Államokból, Japánból, bárhonnét, ahonnét hiteleket adtak. Magyarország óriási arányban von be forrásokat, és mégsem nagyobb a növekedése, mint Csehszlovákiáé, ahol nincsen forrásbevonás.
A reformok valamelyest megnyitották az országot a nyugat felé, valamelyest megnyitották a külvilág felé, egy kis utazási szabadságot is hagytak az embereknek, de ugyanakkor nagyon hamar kiderült, hogy a magyar gazdaság egyáltalán nem versenyképes. A megreformált magyar gazdaság egyfajta harmadik utas gazdaság volt, a magyar cégek valódi piaci verseny közepette alig-alig voltak teljesítőképesek. Óriási erőfeszítések árán, drágán képesek voltak valutát kitermelni, főleg a mezőgazdaságban és néhány más területen, gyógyszeriparban és másutt, de nagyon-nagyon drágán és sokszor veszteségesen. Magyarország lényegében 69-től belekerül a túlköltekezés, fizetési nehézségek, erre válaszul megszorítások és reformoknak a periódusában. Ezeknek a logikája lényegében 2012-ig meg nem szakadt. Tehát a mostani Orbán Viktor berendezkedéséig folyamatos volt ezeknek a ciklusa. A hatalomban mélyen benne volt, hogy növekednie kell állandóan az életszínvonalnak, és azt a végén már egyre inkább csak hitelből volt, tudta teljesíteni. És ez állandóan ahhoz vezetett, hogy túlköltekezett és megszorításokra kényszerült. Ezek periódusosan ismétlődtek, a hatalom egyre több gazdasági reformot engedett, a szocialista gazdasági egységek egyre nagyobb mozgásteret kaptak, a vállalatokon belüli mellékállás, fekete gazdaság, mi egyéb egyre legálisabb lett, és a kis magántulajdon is teret nyert. A igazi mély Kádár rendszerben és a Rákosi rendszerben például nem engedték meg, hogy egy TSZ tagnak lova legyen. Ezekben az időkben már kis traktorra is lehetett, nem csak lova, magánfuvarozásra mód volt, taxizásra, mi egyébre. A rendszer mégsem tudta sikeressé tenni magát. Az első igazán nagy megszorításokra 79-ben került sor, 79-ben szűntek meg azok a vívmányok, amelyek sok magyarnak most is a fejébe vannak, például a 3 forint 60 fillér addig volt a kenyér. Ekkor a rendszer rákényszerült arra, hogy visszavegyen a reálbérből, 79-ben majdnem 10%-kal csökkent a reálbér, a Kádár korszaknak a csúcsa az 78-ban volt, attól kezdve már lefelé zögykölődött, hol stagnált, hol romlott a helyzet, de már javulásra többet nem volt képes a berendezkedés. Valószínűleg Kádár János volt az utolsó ember, aki hitt a szocializmus meg a kommunizmus magasabb rendűségében. Ez a berendezkedés eredetileg messianisztikus reményekkel állt a világ elé. Azt gondolták, hogy ha érvényesülni fognak az alapelvei, akkor a szabályos földi mennyországot fog teremteni. Egy olyan rendszert, amiért ha kell, ölni is érdemes, mert mindenki a képességei szerint fog dolgozni, és a szükségletei szerint fog részesülni a javakban. Szabályos mennyországi boldogságban fog élni az emberiség, ha a kommunizmust választja. Hruscsov volt az utolsó főtitkár, aki ennek világos perspektíváját is megfogalmazta a párthatározatban, és őt másoltva 62-ben nálunk is határozatot hoztak erről. Hruscsov azt mondta, hogy a Szovjetunió 1980-ra minden tekintetben meg fogja előzni az Egyesült Államokat. Azért csak nem 76-ban, mert 76-ban már megelőzte volna, mondja a Hruscsov, mert a Szovjetunió támogatja a fejlődő világot, és ezért még 4 év kell ahhoz, hogy minden tekintetben megelőzze az Egyesült Államokat. Most ezekre az időkre, a 80-as évek elejére minden ilyen hit remény kiveszett. Kádár még valahogy úgy gondolkodott, hogy az ő hozzáfogható emberek számára, az olyan kis emberek számára, alulött emberek számára ez a rendszer magasabb rendű, mint a kapitalizmus. Viszont akik működtették ezt a berendezkedést, főleg az államigazgatásban gazdasági ügyekkel foglalkoztak, vagy gazdasági nagyegységeket vezettek, azok folyamatosan beleütköztek a rendszer rendkívül alacsony hatékonyságába, az örökös fizetési nehézségekbe, abba, hogy folyamatosan beleszaladunk a fizetésképtelenség veszélyébe. Előfordult, hogy egy 35 ezer dolláros számlát nem tudott kifizetni a Magyar Népköztársaság egy adott pillanatban, és drasztikus eszközökkel kellett elérni, hogy ne legyünk ilyen kis összegű számla esetén
fizetésképtelenek. Egyre biztosabban benne volt a pártállami vezetők fiatalabb generációjában, hogy itt nagyon nagy változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a rendszer megmaradhasson. És egyre inkább úgy látszott, hogy ezeknek a változtatásoknak a fő akadálya az öreg, Kádár János. Kádár Jánosnak végig hatalmas tekintélye volt a rendszeren belül, de Gorbacsov megjelenésétől egyre többen Magyarországon is azt gondolták, hogy ha a Kádár nem megy, akkor Magyarország is fizetésképtelen lesz és összeomlunk. Kádár végig érezte, rengeteg visszaemlékezés szerint, hogy Gorbacsov likvidátor lehet. Gorbacsovnak az a hite, hogy mindent meg kell reformálni, több szabadságot kell hagyni, számára életveszélyesnek tűnt. Nagyon érdekes, Rákosi, amikor számüzetésbe került a Szovjetunióba, az emlékirataiban sokszor megírta, hogy amiket Kádár csinált, azok tulajdonképpen a kapitalizmus visszavételét jelentik, és ezek rövid úton a kapitalizmushoz fognak visszavezetni. Kádár valami ilyesmit érzett Gorbacsov kapcsán, és igyekezett ellenállni ezeknek a mozgásoknak. Csak hogy a fiatalabb generáció olyan sokat hallotta, hogy a szocializmus megreformálható, hogy létezik demokratikus szocializmus, létezik szocialista piacgazdaság, hogy egyre biztosabban ilyesmik felé ment, sőt, még Kádár főtitkársága alatt megszülettek a magyar kapitalizmust megalapozó alaptörvények, már Grósz Károly miniszterelnöksége alatt. Magyarországon a nyugati típusú adórendszer 86-ban fogadják el, 87-es, 88-as hatályba lépéssel. Ugyanezt történik a társasági törvénnyel, a kétszintű bankrendszerrel, mi egyébben. Ezek csinálják meg az új kapitalizmust. Nagyon hasonló törvények születnek a mi törvényeinkhez képest a többi rendszerváltó országban 91 és 93 között. Tehát nálunk az új gazdasági berendezkedés alapjai megszületnek még a 80-as évek végén, a többi országban később. Ez egy igen jelentős különbség közöttünk és a többi ország között. Aztán Kádárnak 87 pünkösdjén mennie kell, az új vezető Grósz Károly lesz. Grósz Károly valami olyasmibe gondolkodik, ki nem mondottan, valószínűleg ő maga se fogalmazná ezt meg, mint amit később Kínában megcsinálnak. Irányított kapitalizmust gondol, már a nagy magántulajdont is elfogadja, a külföldi befektetést is elgondolja, de végig az állam irányítása felügyelete mellett, úgy, ahogy ez Kínában megvalósul, és az egypártrendszer megtartásával. Grósz egy másodpercig nem hisz demokratikus szocializmusban, demokratikus átmenetben, ő azt gondolja, hogy az egészet a pártvezető szerepe alatt kell megvalósítani, viszont kapitalizmusra van szükség. Máig emlékszem, Grósz Károly még miniszterelnökként Németországban jár, és ajándékba kapott egy BMW 7-est. Máig emlékszem a tévéhíradó bevágásra, hogy beül abba a BMW-be. Látszik, hogy ő érzékeli azt a versenyt, amiről mindig beszéltek a kommunizmusban, hogy a két világrendszer versenyez egymással, hogy ezt a versenyt elveszítette a szocializmus. Ennek a jegyében indít, tódik el Magyarországon az irányított kapitalizmus megteremtése. Csak hogy Magyarországon nincs mód arra, hogy egy Tiananmen tér módjára az ellenzéket megfékezve lépjen föl a pártállami hatalom. Grósz Károly később is folyamatosan arról beszél, hogy ha Magyarországon nem modellváltás, hanem rendszerváltás lesz, az fehér terrorhoz, a kommunizmus elsöpréséhez, mi egyébhez fog vezetni. Most fehér terror nem lett, de rendszerváltás igen, de csak erővel lehetett volna Magyarországon megállítani, letartóztatásokkal, betiltásokkal, mi egyébbel, márpedig ez azonnal azt jelentette volna, hogy Magyarország fizetésképtelen lesz. Mert ugyanis addigra a magyar gazdaság lényegileg működésképtelenné vált, és viszont ezt Magyarországon tisztán, világosan, egyértelműen csak a pártállami elit érezte, a pártállami elit gazdasággal foglalkozó része naponta beleütközött, hogy alig-alig vagyunk finanszírozhatók. A magyar gazdaság helyzete nem jobb lényegesen, mint a lengyeleké. A nagy különbség abban van, hogy a nyugat máshogy viszonyul Magyarországhoz. Az egyfőre jutó magyar államadósság nagyobb volt, mint a lengyel.
A lengyeleké kisebb volt, de a lengyelek fizetésképtelenek lettek, meg szükségállapotot vezettek be a saját népük ellen. Így a nyugati kormányok, Egyesült Államok, Németország nem volt hajlandó tovább finanszírozni a lengyel adósságot, és így összeomlott teljes egészében a lengyel gazdaság. A magyar társadalom az egészet úgy élte meg, hogy a lengyelek azért borultak be, mert lusták, a magyarok pedig szorgalmasak. A valóság az volt, hogy a nyugati kormányok már az 50-es évek elején elhatározták, hogy nem blokként fogják kezelni a térséget, hanem differenciáltan fogják kezelni a jókat, azokat, amelyek reformokat csinálnak, amelyek nem zárják be a polgáraikat állandóan börtönbe, amelyek kicsit több szabadságot adnak, amelyek együttműködnek a nyugattal, amelyek enyhülést akarnak, azokat jutalmazzák, a rosszakat megbüntetik. Az elején mi számítottunk a legrosszabb országnak, 56-ban Magyarország volt. Egyesült Államokban szabályos lista készült a rangsoráról a kis csatlós országoknak. Magyarország volt az utolsó helyen amerikai preferenciákat illetően 56-57-ben. De aztán szép lassan araszolt föl az ország. Románia volt sokáig, a Ceausescu Románia volt rivális, de aztán a nyugati diplomácia rájött arra, hogy Románia csak kifelé szovjet rivális, befelé a leginkább a sztálini rendszert emlékeztető berendezkedés működtet, és Románia is így leesett. Lengyelországgal maradtunk együtt példamutatók, egészen a lengyel szükségállapotig is, akkor a lengyelek is kiestek. Ma már lehet olvasni az Egyesült Államok külügyminisztériumának a feljegyzéseit, német külügyminisztérium feljegyzéseit. Mindegyikben az olvasható, hogy a magyar gazdaság hatékonysága, versenyképessége, mi egyéb a reformok ellenére nem számottevően jobb, mint a lengyeli. Tehát Magyarország hatalmas adósságával megérdemelné a fizetésképtelenséget, és ami ezzel jár gazdasági káoszt, problémát. Ez Lengyelországban azt jelentette, hogy a szendvicsből eltűnt a hús, időnként kikapcsolták az áramot, a házgyári lakásokban néha nem volt fűtés, mert nem volt hozzá energiahordozó. Magyarországon nyomokban sem létezett ilyesmi. A szakértők azt mondták, hogy tulajdonképpen a tisztán piaci alapon döntenének a nyugati kormányok, Magyarországnak is így kéne járnia. De ugyanakkor mindannyian tudták, hogy rendkívül szerencsétlen volna, hogyha a példamutató reformország és a szükségállapotot bevezető katonai rendszer ugyanazt kapná. Ezért Magyarországot továbbra is finanszírozta a nyugat, piaci kamatok alapon, méghozzá olyan kamatok alapján, ami egy kockázatos, súlyosan veszélyes ügyfelet megilletnek, ezen az alapon a nyugati bankok tovább finanszírozták Magyarországot. Isten igazából csak a pártállami vezetők érezték, hogy mennyire vékony jégen jár a magyar társadalom. Gósz Károly a politikai bizottság ülésein folyamatosan arról beszélt, hogy vannak, akik szabad választásokról, meg mi egyébről beszélünk, hát odáig el kell jutni, mondja. Jó eséllyel sokkal előbb káosz lesz és fizetésképtelenség Magyarországon. Nem lett, mert részint Magyarországon számottevő reformok voltak, részint pedig, ahogy mondtam, a nyugati kormányok nem voltak ebben érdekeltek. Viszont a rendszer valamikor 86-87-ben átlépte a Rubikont. Nem egy angolszász típusú vagy német típusú versengő kapitalizmust akart fölépíteni, hanem, ahogy mondtam, olyasmit, mint amit Kínában csináltak, egy államilag irányított, felügyelt, államilag erősen befolyásolt, irányított kapitalizmust. A társadalom politikában pedig Kádár leváltásakor egy korábbi reformer vitaíra címét kezdték mondogatni a pártállami vezetők, fordulat és reform. Arról kezdtek beszélni, hogy egy demokratikus szocializmus lesz Magyarországon, amiben egyáltalán nem volt benne a több pártrendszer, az ellenzéki pártoknak a lehetősége, de már szakszervezetnek, ifjúsági szervezetnek, ilyesminek igen. Aztán utána szépen, mikor kicsit szabadabb lett az ország, részben már Kádár végnapjai előtt, részben utána sorra kezdtek megalakulni Magyarországon politikai szerveződések, a legbátrabbak még Kádár vezetése alatt, akik szervezetként személyes tagsággal megalakultak, az egyik legelső a Fidesz volt, az MDF is korai szervezet, de még csak fórumként valódi tagság, mi egyéb népül egészen egy esztendeig.
És aztán Kádár leváltása után pedig sorra a többiek is, történelmi pártok és a többiek is megalakulnak. A pártállam érzékeli, hogy nem képes ezeket a folyamatokat uralni, nincs hozzá ereje, hogy ezeket betiltani tudja. Az is világos, hogy nem lett volna elég a betiltás, hanem letartóztatásokra, szankciókra is szükség lett volna. Még akkor is, ha a magyar ellenzék mindig is hallatlanul gyenge volt. És itt jutunk el a következő ponthoz, amiben nagyon eltér a magyar fejlődés a többi országhoz képest. Magyarországon alig vesz részt a társadalom a demokratikus átmenetben és a demokratikus fordulatban. Azt lehet mondani, hogy néhány tízezer ember adja a reményét, hitét, mi egyebét aktívan a változásoknak. Nem túlzok, néhány tízezer ember adja a nevét. Igazán nagy megmozdulások, olyanok, amiről azt lehet tudni, hogy majd jön a rendőrség és adott esetben megveri az ott jelenlevőket. Ilyenek voltak Prágában, Lipcsében, másút. Magyarországon ilyen rendezvényeken néhány százan vettek részt. Voltak nagyszabású rendezvények, de azok mind engedélyezett, támogatott pártállami vezetők részvételével történő rendezvények voltak, és nem olyan ellenzéki megmozdulások, mint amik jóval később Prágában, Lipcsében, Lengyelországban máshogy bekövetkeztek volna. A magyar állampolgárok nem érezték azt, hogy a kommunizmus bajba van és vége van. Magyarországon is voltak nagyon súlyos gazdasági problémák, de a rendszer az adósságok fölvételével ez képes volt elfetni a polgárok előtt. A magyar választók viszonya a magyar átmenethez mindig is ambivalens, ellentmondásos, kívülálló szereplő volt. A magyar tömegeket egyetlen egy dolog mozgatta meg igazán, a bécsi bevásárlásnak a lehetősége. Az százezrek éltek ezzel a dologgal, a politikai mozgásokat kívülről nézték, és állandóan ellentmondásosan. A magyar átmenetnek nem volt egyetlen egy nagy szervezete, és nem volt hőse. Volt szerencsém néhányszor részt venni ilyen rendszerváltó megmozdulásokon, konferenciákon, még a kezdetén, és személyesen tapasztalhattam, hogy mondjuk Václav Havelnek micsoda tisztelete van a csehek között. Szabályos nemzeti, mint egy Kossuth Lajos-szerű nemzeti hős szerepel. Egészen megdöbbentő, soha ilyet Magyarországon nem tapasztaltam. Ugyanezt láthattam a Lech Walesával, a régi Lech Walesával. Ő egy nagyon nagy embernek tartotta, lényegileg minden lengyel. Magyarországon igazán népszerűek ekkora pártállami vezetők voltak. Először Kádár János, aztán Grósz Károly, és aztán a többiek. A pártállami vezetők 90 pontos népszerűségeket kaptak az akkori, már szerintem nagyjából hiteles közönségi kutatások szerint. A legjobb ellenzéki vezetők 60-at. Orbán Viktornak 45-ös volt például a népszerűségi mutató, még a fele sem, mint a csúcson levő pártállami vezetők. Magyarországon nem jött létre nagy ellenzéki egységmozgalom, hanem rögtön nagyon megosztott és nagyon aprócska pártok születtek, 1-2 tízezer taggal, de 30 ezeret, Isten igazából egyik sem lépte át még 89-ben. A legnagyobb az MDF volt közöttük, nagyjából 10 000 taggal. De ezzel is vigyáznék, mert a pártok kicsit hazudósak voltak, aki egyszer jelentkezett náluk, hogy belép, de soha többet nem látták, azt is tagként tartották nyilván. Egyszer csináltam egy számítást, hogy körülbelül hányan vettek részt a magyar átmenetben, olyan 5-10%-ra derült ki a többi országot tekintve. És hogy mondjam, a legbiztosabb szám az első szabad választásokon való részvétel, ennek hátborzongatók a számai. Romániát kivéve mindenütt 90%-os a részvétel. Csehszlovákiában 95%-os a részvétel, a Baltikumban 95, Romániában 87. Talán nem emlékeznek rá, Magyarországon 65% volt a részvétel. Megdöbbentően alacsony. Meg kell, hogy mondjam, hogy életem egyik legszomorúbb élménye a szabad választások estéje. Úgy hozta a sorsom, hogy éltem meg Nyugat-Európában választásokat, például Párizsban, ott szabályos majál is van egy választásnál. A győztesek majdnem úgy ünneplik a győzelmüket, mint egy világbajnoki, megnyert világbajnoki döntőt, azt is éltem meg Párizsban. Magyarországon olyan volt a város a szabad választások éjszakáján, mint január 2-án. Teljesen kihalt, sivárról kihalt. Olyan csend volt és némaság, hogy nem igaz. Ez a magyar átmenet egyik döntő különbsége. Ezt nem a magyar politika csinálta, hanem adódott a magyar helyzetből.
De visszatérve a történetre, a pártállami vezetők érzékelték, hogy kapitalizmusra van szükség, és azt gondolták, hogy ők olyan népszerűek és olyan támogatottak, hogy meg fogják nyerni akár a szabad választásokat is. Lengyelországban indult el velünk párhuzamosan az átmenet, a lengyel kommunista párt végig tudta, hogy a szolidaritás számára legyőzhetetlen. Ezért a tárgyalások arról szóltak, hogy ki hogyan fog részesülni a hatalomban. Előre leosztották a választási eredményt, ha úgy tetszik. A Sejm választás nem volt az első választás szabad Lengyelországban. Nálunk ez föl se vetődött. Én féltem attól mindig a tárgyalásoknál, hogy ezt föl fogják vetni. Sosem vetették föl, mert azt gondolták, meg fogják nyerni. Simán meg fogják nyerni a szabad választásokat. És tetében az ellenzék megosztott. Ami igazán lekötötte a pártállami vezetők figyelmét, az az egymás közötti hatalmi harc. Ez, ami elindult. Olyan rendszerekben, mint a Kádári is volt, ha kidől a nagy vezető, akkor az történik, mint az őserdőben, mikor kidől egy hatalmas fa, a sok kicsi elkezd versenyezni. Legalább 5-6-an azt gondolták a pártállamban, hogy ők vannak olyan okosak, bölcsek, hogy ők legyenek az első számú vezetők. Egy percre nem fogadták el Grósz Károlyt az öreg helyére, hanem elindult egy hatalmi harc az első számú vezetői szerepért, és voltak még legalább 20-30-an, akik azt gondolták, hogy sokkal több jár nekik, mint ahol éppen vannak. A pártállami vezetők azt gondolták, hogy az egész átmenet alapvetően arról fog szólni, hogy ki lesz majd az új főnök. Az ellenzékkel csak úgy kalkuláltak, mint egy lehetséges paraszttal ebben a sakjátszmában. Most egy kicsit az ellenzékről. Az ellenzéki pártok egy része történelmi pártként alakult újra Magyarországon, illetőleg régi 56-os mozgásokból jött létre, azzal, hogy igazán nagy, jelentős személyiség nem élte meg 89-et, vagy ha megélte, emigrációba élte meg, és már nagyon öregen. Tehát olyan vezetője a régi pártoknak, aki közismert lett volna, országosan elfogadott valaki lett volna, egy sem létezett. Létezett az a mítosz, hogy van, főleg a kisgazdapárt táján, hogy ez egy fontos valami volt, de nagyon nehezen lehetett tartalommal megtörténni, és mivel nem volt igazán legitim vezetés ezekben a pártokban, folyamatosan elindult a veszekedés az első pillanattól kezdve, hogy ki a legitim vezető. Mindegyik valami öreg bácsi mögé próbált beállni, és utána nagy-nagy veszekedés lett. Kizárás, bezárás, fölzárás és mi egyéb. Egyébként is a történelmi pártokat elképesztő módon áthatotta az állambiztonság. Ugyan az állambiztonság igyekezett magának feladatot találni a kommunizmus alatt, messze nem, a Rákosi rendszerben 1,5 millió magyart figyeltek meg, ez lement 1-200 ezerre, de az egyházak mellett az egyik beállt célpont a régi pártoknak az emberei voltak. Olyan mértékű volt a beszervezettség a történelmi pártok idősebb generációjában, hogy elérte az 1/3-ot az általam ismert adatok szerint. Ezekből a pártokból sose jött ki olyan erő, ami jelentős győztes erő lehetett volna. Ezek a pártok folyamatosan készek voltak arra, hogy egy kedves meghívás esetén ott álljanak a pártállami vezetőként, ahogy mostanában szokták mondani, biodíszletként. Március 15-én és ilyenkor. Olyankor is, mikor volt már ellenzéki rendezvény. Akkor is elfogadták a pártállami meghívást. A pártállami vezetők meg azt gondolták, hogy ezek még esetleg valami szatellitáknak jók lesznek, és viszonylag könnyen megszerezhető partnerek lehetnek. Isten igazából két nagy csoportosulás volt, amely saját akarattal, autonómiával, elképzelésekkel rendelkezett. Ez egyik az MDF volt. Az MDF egy nagyon régi múlttal rendelkező szerveződésként jelentkezett, alapvetően a régi népi íróknak a tömörülése volt, de már itt is meghaltak az igazi nagyok, a nagyon elismert, nagyon közismert vezetők, I. és Gyula, német László és mások. Igazán nagy vezető nem volt olyan, aki teljes elismertséggel rendelkezett volna, illetőleg lettek volna közvetlen demokratikus pártpolitikai tapasztalataik. Mégis az MDF bátran kiállt azzal, hogy létezik, és a korai időszakban, 87-88-ban fórumot adott a magyar közbeszédnek. Nagyon sok magyar településen 56 óta először őszintén nyíltan MDF rendezvényeken lehetett beszélni.
A másik jelentős tömörülés az az SZDSZ előzményei voltak. Az SZDSZ alapító mozgatói valamikor a 70-es években fölmondták a pártállamban, a Kádár rendszerben szokásos cselekvés-okossági szabályokat, kiléptek zömmel a pártállami gépezetnek a világából. Voltak, akik meglehetősen nyomorultan éltek, mások ösztöndíjakból, külföldi utakból, mi egyébből tartották fönn magukat. Elkezdtek szamizdatot csinálni, ami Magyarországon kevés emberhez jutott el, nagyon-nagyon kevés emberhez jutott el. 89-ben tapasztaltam, hogy a történelmi pártok vezetői nem is tudtak róla, hogy ilyesmi létezik. Ahol mégis hatást gyakoroltak, az a Szabad Európa volt. A Szabad Európán keresztül ott folyamatosan ismertették a szövegeiket, és azon keresztül már komoly hatásuk létezett. Ez a tömörülés szintén nagyon messzire ment vissza, sőt, régebbre szerintem, mint a Magyar Demokrata Fórum. Nagyjából a 20. század erejére nyúlik vissza az előzménye. A magyar baloldali progresszió radikális része az előzménye, aminek két nagy elágazása volt. Az egyik elágazása a polgári radikalizmus, Jászi Oszkár és a többiek, a másik elágazása pedig a magyar bolsevizmus volt. Az SZDSZ előzményei igen nagy részt az elején, különösen a 60-as években balról bírálták a rendszert. Tehát a Kádár Jánosnak a kisember központú dolgai nagyon-nagyon nem tetszettek sok SZDSZ, egykori SZDSZ alapítónak, ezek számukra idegenek voltak, és valami új baloldali reneszánszban reménykedtek. De aztán találkoztak az emberi jogok gondolatával, ami a nyugati baloldali progressziónak egy alap gondolata volt, Bibó Istvánnal, az 56-os munkástanácsok tapasztalataival és a reformközgazdászokkal, akik már piaci megoldásokat javasoltak Magyarországon, és így jelentősen kezdett megváltozni a demokratikus ellenzéknek a profilja. Ebből született az SZDSZ, és az SZDSZ a MDF-hez képest egy sokkal kisebb szerveződés volt. Az MDF 10 000 tagot tudott magáról mondani azzal, amit előbb mondtam, az SZDSZ 2 000-et, és ennek is egyharmada fele hídgyülekezett lelkes aktivistája volt. Mégis az SZDSZ egy dologban rendkívüli újdonságot jelentett. Ő mondta ki először a térségben, az egész térségben, hogy vissza a nyugathoz. Vissza a nyugathoz, nyugatos mintakövetésre van szükség, nem harmadik utas piaci megoldásokra van szükség, hanem nyugati piacgazdaság, olyanra, ami Európában van, ahogy nincsen német harmadik út, nincsen német külön út a II. Világháború után, hanem nyugati út van, úgy Magyarországon se legyen külön út. Magyarországon parlamenti váltógazdaság legyen, ellenzék, kormánytöbbség, hatalommegosztás, nyugatos alkotmányosság, és mindegyik párt a Nagy Imre programjáig ment el akkor még, tehát a független, semleges Magyarországig. Az SZDSZ volt az első 89 tavaszán, aki azt mondta, hogy be a NATO-ba és be az Európai Unióba. Ez akkor az egész térségben eredeti új gondolat volt. Novemberre már a legutolsó közhely. Novemberre már a pártállami vezetők is a berlini fal lemontása után azt mondták, hogy ez az igazi megoldás, mindig is ezt akartuk. Már a 60-as években is a nyugathoz való újracsatlakozáson dolgoztunk, akkor is a nyugati szociáldemokrata akartunk együttműködni, 70-es, 80-as években már végképp. De addig még egy esztendővel zajlott, ahogy előbb mondtam, a pártállamok nem volt arra módja, hogy erőszakkal lezárja a magyar politikai vitákat. Tehát kínai pártvezetésnek megvolt ez a lehetősége, bár ott is nagyon kínos volt belelőni a tüntető diákokba, és ki tudja mennyi halottat produkálni. Magyarországon ez a lehetőség nem volt meg, mert ha erre az útra lép a magyar pártállam, az azt jelenti, hogy fizetésképtelenek leszünk, káosz, összeomlás. Holott az egészet azért találták ki, hogy ne legyen káosz, összeomlás. Tehát azt gondolták, hogy ők népszerűek, és úgy lehet megtartani a hatalmukat, hogy belekezdenek egy át nem gondolt demokratikus átmenetbe. És ennek ők állnak az élére. Ahogy előbb mondtam, először demokratikus szocializmusba gondolkoztak, aztán
beemelve néhány ellenzéki pártot egy leválthatatlan pártállami hatalomban, végül pedig az elnökbe kezdtek bízni. Hogy lehet, hogy parlamenti választást már nem tudunk megnyerni, gondolták 89-ben, de elnökválasztás biztos. Hát legyen elnöki rendszer Magyarországon, mondták. De véges végig, egészen a berlini fal leomlásáig azt gondolták, hogy képesek választásokat megnyerve hatalmon maradni. Minden más dologban elképesztően pragmatikusak voltak. Tehát egyetlen egy dolog izgatta a pártállami vezetőket, a hatalom maga. Azt, hogy hogyan nézzen ki az új berendezkedés, az csak ebből a szempontból érdekelte őket. Hogy legyen-e kapitalizmus vagy se, azon már régen túl voltak. Régen rájöttek arra, hogy a szovjet volgákból sokkal jobb átszállni a nyugati Mercedesekbe. Ezt pontosan érzékelték, hogyha valakinek érdeke az új magyar kapitalizmus, akkor azok ők. Teljesen pragmatikusak voltak minden társadalmi politikai kérdésben, egyetlen egy dologban nem, a hatalmat magát akarták. Az elején, mikor még megosztott volt az ellenzék, elkezdtek törvényjavaslatokkal előállni, a kereszténydemokrata néppártot kivéve az összes ellenzéki szervezet megvolt, szakszervezet, minden, akkor előálltak egy törvényjavaslattal, ami szabad utat engedett volna a marginális személyegyesüléseknek, új horgászegyesületnek, városszépítő egyesületnek, mi egyévnek, viszont a pártok, szakszervezetek, ifjúsági szervezetek alapítását parlamenti bejegyzéshez kötötte volna. Ez részint kizárta volna a bírói utat, nem, nincs hova fellebbezni, ugye a legfőbb szuveréntől nincs hova fellebbezni, és lényegileg a pártállam jogkörévé tette, hogy melyik pártot engedélyezi, és melyiket nem engedélyezi. Csak hogy 88-ban, amikor ezek az előterjesztések születtek, már kezdett szabaddá válni a nyilvánosság. Nem lehetett még mindent kimondani. Nem lehetett azt mondani, hogy ki akarunk lépni a Varsói szerződésbe, ez még 88, amiről beszélünk. De azt már el lehetett nyilvánosan mondani, hogy ez a berendezkedés Magyarországon ilyen soha nem volt, vagy pontosabban egyszer, Hajnaú idején, mikor Hajnaú volt Magyarország kormányzója, 49 és 50-ben, mármint 1849 és 50-ben, ilyesmi volt, mert akkor a császári pátenshez volt kötve az új szervezeteknek a bejegyzése, ami ellen szintén nem volt fellebbezési lehetőség. A pártállam jogászai nem kezdtek győzködni arról a közvéleményt, hogy ez így demokratikus, hanem hétről hétre visszakoztak, és végül elfogadtak egy olyan törvényt, ami már lehetővé tette az új szervezeteket megalakítását törvényesen, de még egyszer mondom, az összes szervezet már létezett azelőtt, hogy ezek a törvényes lehetőségek meglettek volna. És akkor a pártállam érezte, hogy elveszítheti a dolgok mozgatásának a lehetőségét, és belevágott egy új alkotmányozásba. Azt gondolta, hogy itt az idő, hogy ő mondja meg, hogy mik legyenek a keretek, ő legyen a dolgoknak a mozgatója. El is fogadtatott egy alkotmánytervezetet, és az ellenzéket is meghívta egy tanácskozásra, ahol mindenki szépen elmondhatta volna, hogy mi az a jó és mi az a szép. 65 szervezetet hívott meg erre, mondván, hogy mindenkinek ott a helye. Mikor a pártállam megértette, hogy több pártrendszer lesz Magyarországon, rögtön afelé fordult, ha már több pártrendszer, akkor legyen minél több párt. Ne csak 1-2-3-5, hanem tengernyi. 65 szervezetet hívott meg ide, és valahogy úgy képzelte, hogy van egy félórás bevezető beszéd a igazságügyminisztérium részéről, utána jön a 65 szervezet 2 percben, az is gondoljanak bele, biztos 3 lesz a kettőből, az is rögtön 3 óra, és aztán jön az összefoglaló. Na ez lett volna a demokrácia nyitó aktusa. És közben az ellenzék kezdte érzékelni, hogy ha így mennek a dolgok, mindenkivel külön tárgyalnak, akkor ez olyan lesz, mint egy kívánság hangverseny. Tudják, ez azt jelenti, hogy minden úgy van, ahogy a szerkesztő akarja. Mindenki elmondhatja a kívánságát, és az lesz a műsorban, amit a szerkesztő akar. Valamit valaki mindig fog kívánni. Így aztán az ellenzék elemi érdeke lett, hogy valahogy közösen lépjen fel. Eredetileg csak egy nagyon laza szerveződés jött létre, amire egyszerűen normális ellenzék erő nem mondhatott nem, mert ez volt az ellenzéki kerekasztal. És az ellenzék azt is nagyon hamar érzékelte, hogyha nem áll az élére a tárgyalásoknak, akkor folyamatosan ő lesz a negatív fiú, aki hívják valóban, és azt mondja, nem megy el. Először megtette, hogy nem ment el az ellenzék, és utána megpróbálta átvenni a kezdeményezést, és maga állt elő egy tervezettel.
És ezzel elkezdődtek a magyar tárgyalások. A magyar tárgyalások egy nagyon gyenge ellenzék és egy nagyon erős pártállam között zajlottak. A pártállam hatalmi gépezete érintetlen volt, a pártállam vezetői rendkívül népszerűek voltak, és az akkori közönkutatások olyan 40% körüli támogatottságot mértek a pártállamnak. Érdekes módon azt a konstans számot mérték, ami 94-től mindig is megvolt a pártállamnak. Valószínűleg ugyanazok is lehettek a szavazói, az ellenzék pedig nagyon megosztott volt. Legerősebb szervezet az MDF volt, olyan 18-22% közötti támogatottsága, tehát fele akkorával sem, mint a pártállam. Világos volt, hogy ebben benne van egy nagy pártállami győzelem. Sokan fölvetik, hogy ezek a tárgyalások miért nem oldottak meg ezt, azt, amaz. Például, hogy miért nem lett lusztráció Magyarországon, ott a tárgyalásokon. Most már elnézés, de eléggé gyermeteg ez az ilyen típusú fölvetés, hogy a picurka kis alig látható ellenzéki szervezetek arról kössenek megállapodást, hogy a pártállami vezetők ki vannak zárva a következő hatalom gyakorlásából. Ez mindez 89-ben történt. Akkor úgy tűnt, hogy két országban lehet valami változás, nálunk és Lengyelországnál. Én olyan helyzetben voltam, mint a kerekasztal egyik résztvevője, hogy szinte minden nyugatival találkozhattam, aki Magyarországra. Akkor volt Magyarország a legérdekesebb ország, özönlöttek ide a nyugati vezetők, soha előtte, utána annyi nem volt. Egybehangzóan azt mondták az első számú nyugati politikusok, hogy ácsi. Hát maguk meg vannak őrülve. Itt van ez a remek Gorbacsov, maguknak meg különösen kedves kommunista vezetői vannak, mit akarnak? Újra szükség áll, vigyázzanak, 89-et írtunk, 8 éve volt a lengyel szükségállapot. Most Orbán Viktor régebben kormányoz, mint akkor a lengyel szükségállapot volt. Mindenkinek az volt az alapélménye, hogyha elindul ilyen mozgás, akkor abból baj lesz. 56, 68, 81. Most is ez lesz, mondták a nyugatiak, még csak az hiányozna. Itt van az enyhülés előrelépett, nagyszerű üzleteket költünk Gorbacsovval, maguk megcsinálnak egy jó kis szükségállapotot, még csak az kéne. Az volt a javaslatuk, álljunk be a kommunista vezetők mögé, egybehangzóan. Egy kivétel volt az Egyesült Államok budapesti nagykövete, de őt is aztán nem sokára vissza is hívták, mert túllépett a számára előírt elvárásokon. Mégis Magyarországon először sikerült kivívni a szabad választásoknak a lehetőségét. Lengyelország, mint mondtam, előre leosztották a parlamenti mandátumokat, hogy mégis szolidaritás kormány alakulhatott, annak az oka egy nagyon egyszerű dolog volt, megengedtek egy felsőházi választást, ott 100 egyéni kerületben lehetett választani, 99-et elvitt a Szolidárnyosz, egyen meg bejött egy független, és a pártállam egyet sem nyert meg. Így aztán a szatellit pártjai a pártállamnak átálltak, és azt a hatalmas csőtömeget, amit Lengyelországot jelentett, azt átadták a szolidaritás kormánynak, hogy oldja meg a problémákat. Magyarországon még egy jó darabig elhúzódott a dolog. Itt volt sok-sok minden, amiről nem beszélnék, mert elszaladt az időm. Nálunk a szabad választások csak 90 tavaszán zajlottak meg. Közben volt egy rendkívül döntő jelentőségi fordulat, összeomlott a berlini fal, és utána a láncreakcióként karácsonyra megszűnt a térségbe az összes ilyen berendezkedés. Aztán egy-másfél év múlva a Szovjetunió is felbomlott. Világos volt, hogy mi nem külön utat járunk, nem egy speciális magyar történetnek vagyunk a részesei, hanem egy térségbeli láncreakciónak. Mi voltunk az egyik első elem a lengyelekkel együtt, de az összes többi ország követett, sőt, az összes többi országban nagyon másképp ment az átmenet. Magyarországon nagyon kicsikek is ellenzéki pártok tárgyaltak a nagyon nagy hatalommal, aki abban reménykedett, hogy demokratikus úton is meg fogja nyerni a választásokat. A többi országban más útat járt. A többi országban vagy egy nagy egységszervezet született, ami a lengyeleknél megvolt már korábban is. A lengyel szolidaritásnak 10 millió bejegyzett tagja volt. 10 millió bejegyzett tagja volt 1981-ben, akkor azt betiltották, internálták, minden csodát csináltak a vezetőkkel, de ekkor is 2,5 millió tagja volt az illegális Szolidárnyosznak. 2,5 millió. A legnagyobb magyar ellenzéki szervezetnek 89-ben 10 000 tagja volt. Gondoljanak bele. Aztán a többi országban is elindulnak a mozgások.
A Baltikumban van egy olyan rendezvény, hogy a balti országok polgárai megfogják egymás kezét, és a Szovjetunióba való kiválásról beszélnek. A balti legenda szerint minden élő nem orosz Baltikumbeli állampolgár, beleértve az egészen kisgyerekeket is fogta a másik kezét. Tehát a 2,5 milliós országban 2 millióan kimentek és vállalták ennek a lehetőségét. Prágában 1 milliós tüntetés volt, ahol követelték a rendszer bukását úgy, hogy a tüntetőkre az első nap jöttek a vízágyúk, rendőrbotozás volt, a legenda szerint halott is volt, ez az a tüntetés, ahol Dajcs Tamást lefogták és egy darabig elvitték. A kelet-német városokban elindult egy tüntetés sorozat, ami egyre inkább azzal a jelszóval zajlott, hogy mi vagyunk a nép. A végén 200-300 ezres tüntetések voltak Lipcsébe, Berlinben, mi egyéb. A lényeg pont ebben megragadható. A többi ország azt érezte, hogy mi vagyunk a nép. Ott vannak a pártállami vezetők, kevesen privilegizáltak hatalomnak a birtokosai, de a nép mi vagyunk, sokan vagyunk, egyet akarunk, és győztünk. Szeptemberben Václav Havelt még letartóztatták, november elején voltak ezek a nagy tüntetések, december 7-én Václav Havel a Csehszlovák köztársaság elnöke. Az volt az egyik követelés, hogy Havelt a várba, és Havel a várban van. Azért, mert a csehszlovák nép úgy akarja. Valószínűleg ott se voltak 1 millióan, de mégis Prágában a legenda szerint 1 milliós tüntetés volt, rázták a kulcsot az emberek. Végetek van, kedves kommunisták. Most Magyarországon semmi, de semmi ilyesmi nem történt. A többi ország egyik alapélménye, hogy visszaszereztük a hazánkat. Eddig nem a miénké volt, egy idegen elnyomó hatalomé volt, és most saját akaratunkból fölléptük, és a miénk most már. Ez különösen a Baltikumban volt rendkívül erős. Hogyha a miénk a hazánk, akkor azért hozzunk áldozatot is. Mikor később bekövetkeznek a gazdasági bajok, a Baltikumban 2-szer nagyobb a visszaesés, mint nálunk. A magyar adatok szerint különböző számok vannak forgalomban, 18 és 21% közötti a magyar visszaesés a 89-es bázisra számítva a mélyponton. A Baltikumban, Észtországban a legnagyobb a visszaesés, 46%. Az észt állam egy darabig, tehát több mint 2-szeresen magyarnak, az észt állam egy darabig az elemi funkcióit nem tudja teljesíteni. Nem kevés nyugdíjat ad az embereknek, hanem néhány hónapig semmit, mert nem tud fizetni. És az észtek nem azt mondják, hogy a fenébe a kormánnyal, a szokott magyar panaszkultúra módján, hanem nem baj. Miénk a hazánk, megszabadulunk az orosz medvétől, még így is megéri. Megyünk gombát szedni az erdőbe. Magyarországon egy percig nem volt ilyen dolog, és a döntő, amit most mondok, Magyarországon az új demokrácia kudarcának, butaságának, hibáinak tekintették a gazdasági visszaesést, ami tényleg az új demokrácia alatt következett be, 90 és 93 között, ez, mint mondtam, 18-23% közötti visszaesés. Ez nagyobb, mint békeidőben bármikor magyar visszaesés volt. Csak hogy ez a térségben az egyik legkisebb visszaesés volt. Ennél jobb adatot csak Csehország produkált. Holt versenyben a szlovénokkal második helyen vagyunk ezzel. Az összes többi országban nagyobb a visszaesés, de a magyar közvélemény alaptétele szerint ez a demokrácia miatt következett be. Az összes többi országban az a közvélemény álláspontja, hogy ez a kommunizmus öröksége volt. Azért következett be, mert a kommunizmus egy katasztrófa volt. Különösen így van ez cseheknél és Lengyelországban. A cseh nemzettudatban mélyen benne van, hogy a térség legnyugatosabb, legfejlettebb ország a Csehország. Végtére is Cseh, Prága nyugatabbra van, mint Bécs. A kommunizmus miatt, mondják a csehek, Csehország az Ausztria szintjéről leesett a keleti sötétségbe. A lengyel nép 10 évente nekiszegült a kommunizmusnak. 10 évente volt valami olyan megmozdulás, amit véresen állították. Meg nem egy 56 volt, hanem sok 56 volt, utoljára 81-ben. A lengyel nemzettudatban is mélyen benne van, hogy a kommunizmus egy rettenetes rendszer. Most ha megkérdeznek magyarokat, ezt megtették jó párszor, egybehangzóan az az állítás, hogy mikor volt az utolsó 100 évben a legjobb rendszer, hát a Kádár rendszer volt a legjobb. Ez a következő óriási eltérés. 2009-ben volt egy nagy nemzetközi összehasonlító vizsgálat arról, hogy melyik berendezkedés hogyan viszonyult, és mi a viszonya az embereknek a kommunizmushoz.
Magyarországon 6% mondta azt, hogy jobb a rendszerváltás utáni Magyarország 2009-ben, mint a Kádár korszak volt. Ez az egész térségben a legalacsonyabb szám. Ukrajnában is 12 volt. Oroszországban 18. Voltak válaszmegtagadók, tehát nem tudom, nem válaszolok rá. Cseheknél, lengyeleknél, mindegyiknél 50 fölötti volt ez a szám. Most, hogyha megnézzük a valódi számokat, ha megnézzük a gazdaság történeti adatokat, akkor az derül ki, hogy 1950-ben Magyarország Ausztria 67%-án volt. 67%-án. 89-ben pedig csak 38%-án. Tehát hatalmas a visszaesés. A visszaesés Ausztriához képest a kommunizmus alatt döntően a Kádár évtizedekben zajlott. Hogy mondjak egy még sokkolóbb számot, Magyarország 1950-ben 113%-án volt Spanyolországnak, tehát 13%-kal Spanyolország fölött volt. 1989-ben 57%-án volt a Spanyolországnak. Tehát ez, körülbelül ez a kommunista örökség, ez az objektív valóság, sorolhatnám még a további a számokat. A magyar közvélemény mégis azt mondja, hogy a legjobb időszak volt a Kádár korszak. Én nem rónám meg a bóvó a magyar közvéleményt ezért. Mert ugyanis tömeges tapasztalata ennek az országnak, hogy tényleg a Kádár alatt volt a legjobb. Magyar történelemnek ez a 20. század, ez egy katasztrófa sorozat. A többi országban volt valami örömteli időszak, például az, hogy szereztünk egy saját hazát magunknak. A lengyelek számára a két világháború közötti időszak egy viszonylag elfogadható időszak, mert végre három állam helyett van egy saját Lengyelország. Csehszlovákia számára a Cseh Köztársaság, Románia számára egy hatalmas országunk lett. Magyarország számára a két világháború közötti időszak rögtön Trianonnal kezdődik, sőt a Károlyi rendszerrel, kommunnel, mi egy három katasztrófával kezdődik. Jön egy kicsit konszolidáltabb időszak a Pengő bevezetésétől a nagy válságig, de az egész nem tesz ki 5 évet. És már is jön a nagy világgazdasági válság, ami pusztít éveken át. Aztán jön egy kicsi javulás, de aztán jön a világháború mindenféle pusztítással, rengeteg halottal, holokauszttal, minden csodával. Aztán egy viszonylag sikeres újjáépítés 2-3 év, aztán már is itt a Rákosi korszak. Nagy Imre egy kicsit enyhít rajta, de aztán 56, Kádári TS szervezés. Isten igazából a kádári békeévek csak 63-ba kezdődnek, nem 56-ba, 63-ba. És aztán viszont béke van. Tehát egy család hétköznapi tapasztalata az, hogy én dolgozom, igyekszem, és szeretném felépíteni a kis házamat, megszerezni a kis autómat, meg a kis telkemet, ez csak a Kádár korszak alatt volt lehetséges. Egyedül és kizárólag. Tehát korábban az ember tervezett, dolgozott, és aztán jött a történelem, és átlépett rajta. A Kádár korszakban végre elérhetők lettek ezek a célok. Tehát érthető, hogy ezt gondolja a magyar közvélemény. És ami a rendszerváltás után következett, az eleve egy panaszkultúrában levő országban egy nagy-nagy visszaesés, és ami talán ennél is rosszabb volt, hogy a kiszámítható világ szűnt meg. A Kádár korszakban világos volt, ha ezt csinálom, akkor ez lesz a következménye. Ahogy a Kádár mondta, aki dolgozik, az boldogul. Na ez omlott össze a rendszerváltás utáni Magyarországon. Minden egész eltörött, ha úgy tetszik, és plusz azt érezhették az emberek, hogy az ő egzisztenciájuk megingott, minden másképp van, mindent újra kell tanulni, és közben pedig mások nagyon-nagyon gazdagok lesznek hirtelen. A Kádár korszakban is voltak gazdag emberek, de azok igyekeztek eldugni a vagyonukat, most pedig elkezdtek hivalkodóan fogyasztani. Mindezek egy rendkívül elégedetlen országhoz vezettek, lényegében már 91-92-re. És mivel az ország nem vett részt a magyar átmenetben, a részvétel élménye nem igazolta az új berendezkedést. A többi országban az, hogy ez az én országom, az igazolta a berendezkedést, nálunk nem. Még így is lehetett volna sikeres az új magyar demokrácia. Németországban sem volt meg a részvétel élménye. A német demokráciát 45 után nem a német nép alkotta meg, hanem az amerikai megszálló hadsereg, nézzünk vele szembe. Mégis nagyon hamar a német gazdaság visszaigazolta, hogy ez egy jó rendszer. 51 óta kérdezik meg a németeket, hogy mikor megy jól a németeknek. Nem neveket mondanak, hanem évszámokat. Lehet választani 12-t, 1912-t, 38-at, 28-at, egy weimári demokrácia időszakot, és azt, hogy most, 51 óta fölteszik ezt a kérdést. 51-ben 2% mondta azt, hogy most,
4 a weimári demokráciát választotta, és majdnem 70% a 38-at, tehát Hitlernek az időszakát. Ez volt a pozíciós. Aztán 60-ban átfordult az egész. Most. Egyszerűen az eredmény legitimálta az új demokráciát Németországban. És ugyanezt történt Japánban is. Ott sem volt mögötte népi támogatottság. Tehát lehetséges, hogy az eredmény legitimál, csak hogy nálunk az eredmény elmaradt. És most jövök a zárással, de nagyon fontos dolgokat próbálok mondani. A felzárkózás lehetősége veszett el 90 után. Azok az országok, akik a II. Világháború után kimaradtak a szovjet zónából, és megfelelő kulturális hátteret teremtettek, megfelelő intézményrendszert működtettek, jó eséllyel fel tudtak zárkózni az élmezőnyhöz. Mi, magyarok, nagyon régóta ebben a közepesen fejlett ország csoportban vagyunk, 1910-ben és 1938-ban is nagyjából úgy nézett ki az ország helyzete, hogy egy 15%-kal előttünk vannak az olaszok, mi egy 10-zel megelőzzük a spanyolokat, 10-15-tel megelőzzük a spanyolokat, és nagyjából a finnek szintjén vagyunk. Egy kicsit a finneket megelőztük 10-ben, és a 38-ban már a finnek egy icipicit megelőztek minket. Most az említett országok közül lényegileg mindenki többé-kevésbé felzárkózott. A finnek, akik picit alattunk voltak még a dualizmus korában, egyenesen az élre zárkóztak fönn. Vannak olyan mutatók, amit szerintem a világ első 10 országában van Finnország. De Olaszország is nagyszerűen fölzárkózott. Írország is ebben a körben volt. Spanyolország, aki alattunk volt, még 50-ben is, ahogy mondom, meglehetősen, nem a csúcsra, de meglehetősen sikeresen fölzárkózott. 1950 és úgy 75-ig rendkívül kedvező volt a világ a felzárkózáshoz. Hogy mondjak adatokat, Ausztria 1950 és 76 között 327%-ot növekedett. 327-et. Spanyolország majdnem 400%-ot növekedett ez idő alatt. Tehát elképesztő növekedési lehetőségek voltak, és az összes ilyen peremország, mi vagyunk, demokrácia lett, jogállam lett, hatalommegosztás lett, versenyző politikai váltógazdaság lett, és piacgazdaság lett. Lényegében egytől egyik. A legvégén görögök jöttek be, nekik már csak úgy félig sikerült meg a portugálok. Most 89-ben azt reménykedte mindegyik ezzel foglalkozó, komolyan gondolkodó magyar, hogy újra megkaptuk azt a kinyílt kaput, amit ők megkaptak. A spanyol fölzárkózás volt a legvégén. Nekem az első viszonylag felnőtt kori élményem a Franco halála és a spanyol demokrácia megcsinálása. Tehát ez nem egy távoli dolog, ami a nagyapám alatt történt, hanem az én személyes tapasztalatom. A spanyolok megtettek mindent, ami a nyugatos mintakövetést jelentette. Most úgy tűnt, hogy előttünk is nyitva van ez a kapu. Most nem nyílt ki ez a kapu. Mert ugyanaz a mozgás, ami minket visszavitt a világkapitalizmus rendjébe, az visszahozta Kínát, Indiát és még egy csomó más országot is. A növekedési centrum átkerült Európából, Dél-Kelet-Ázsiába, de nem csak oda, Mexikóba, meg egy sok más országba, tenger sok ilyen ország van. Számomra az egyik mérvadó a kislányomnak a plüss állatai. Ezek eredetileg valami európai országba készültek írtó drágán, aztán utána Kínába, és most már Bangladestől kezdve mindenütt van. Rengeteg nép jön, igyekvő nép, szorgalmas nép, ami nagyon alacsony igényszinten beéri. A nagy növekedések átkerültek. Magyarország, 16-ig vannak igazán pontos adatok, 90 és 16 között 48%-ot növekedett, 26 év alatt, 48-at. Ausztria ugyanez idő alatt 41-et, minimális a fölzárkózásunk, tehát 26 év alatt Ausztriához. Kína 440%-ot nőtt ez idő alatt. Tehát Kína hozta azokat az adatokat, amit korábban Európában lehetett elérni. És azt kell, hogy mondjam, hogy a mi térségünk tulajdonképpen nem is járt olyan rosszul ebben az időszakban. Olaszország ebben az időszakban, tehát ebben a 26 évben 11%-pontot nőtt, 11-et. Tehát Olaszországhoz képest nagyon komoly felzárkózás van Magyarországon, és a térség egészében. Most a mi adataink erre, most már lassan 30 esztendőre nézve, gyenge közepesek. Nem a legvégén vagyunk, de nem is vagyunk az első felében. Hogy mondjak néhány adatot, Csehországi 58%-a, milyenki 48 volt. Az egyik legjobb adat az észteké, az 102%. De az észt adat is sokkal rosszabb, mint a felzárkózás idejével levő spanyol, ami 400% volt. Tehát egy negyede az észt siker, az egykori spanyol sikernek.
és egynegyede a kínai, egynegyede sincs a kínaiak sikerének. Tehát ami megváltozott, és gyökeresen megváltozott, hogy a felzárkózás lehetősége egyszer elveszett Európa számára, és még egyszer mondom, nem is mi jártunk a legrosszabbul. A déliek jártak legrosszabbul, Görögország ugye a legszemléletesebben, de a nagy Olaszország hasonlóképpen. Tehát Olaszországhoz képest 30%-os felzárkózási adatot produkáltunk ebben a 30 esztendőben, ami nem is olyan rossz adat. Csak hát Olaszország az egyik legrosszabbul teljesítő ország. Tehát ez az első állításom, hogy sehol sem sikerült az a felzárkózás. Se Csehországban, se nálunk, se sehol. Ami bekövetkezett, a ciklus egészen az elején teljesített viszonylag jól Magyarország, az első 3-4 évben volt az élmezőnyben, meg az utolsó 4 évben. Az utolsó 4 év egészen jó. De nagyjából 16-tól mostanáig a magyar adat az egyik legjobb az egész térségben. Érezhető felzárkózás van az utolsó néhány esztendőben. De a 30 év egész az inkább az alsó részben van. A legrosszabb időszak Magyarország számára 2002 és 2012 között volt. A legnagyobb leszakadás az 2004 és 2008 között volt. Az új belépő térségi országok átlaga 26% volt ekkor, a miénké 9,8, Szlovákiáé meg 36. Még egyszer mondom, 2002 és 2012 közötti időszak az, ami a nagy magyar leszakadásnak az időszaka, ami már elmúlt 16-tól. Sajnos nincs vége még itt a negatív leltárnak, de aztán lassan befejezem. A nyugat egészen is válságba került ezáltal. Részint a növekedési adatok rosszak, és ami ennél is fontosabb, a legalapvetőbb emberi vágyak nem teljesülnek, a legbeálltabb demokráciákban sem. Ugye talán a legalapvetőbb emberi vágyak egyike, hogy a gyerekeink generációja jobban éljen, mint mi magunk. És ezt óriási erővel teljesítették a nyugati demokráciák. Tehát az OECD tagállamokban a 60-as, 70-es években a fiatal családok 90%-a jobban élt, mint a szüleinek a családja. 90%-a. Most viszont 60%-a úgy vagy rosszabbul él, mint a szülei generációja. Az Egyesült Államok, Németország, tehát a viszonylag jól álló országokban az alsó 60%-nak, tehát a szegényebb 60%-nak lényegében 70-es évek óta nem vagy alig nő a reálbére. Tehát van, mikor egy kicsit nő, aztán jön egy válság, és akkor visszaesik, és így ingadozik. Egyszerűen a középosztály kezdett az egész nyugati világban elgyengülni, méghozzá nagyon jelentős mértékben. Van szám, sokkal kisebb a növekedés, mint korábban volt, de azért mégiscsak számottevő a növekedés, de ebből a növekedésből alapvetően azok részesülnek, akik működtetik a globális világgazdaságot. Azok, akik benne vannak a globális világgazdaság működtetésében, akár mint top menedzserek, akár mint szakértők, ezzel foglalkozó valamikor, elképesztő jövedelem növekedések vannak. Egyáltalán irtózatosan polarizálódnak a nyugati társadalmak. Korábban, a 60-as években a legnagyobb cégeknél a legalacsonyabb és a legmagasabb fizetések között, tehát a top menedzserek és mondjuk a takarítónők jövedelme között olyan 50-szeres volt a különbség. Most 2000-szeresre nőtt a különbség. Tehát lényegileg az egész nyugati középosztály válságban van, és azok az országok, akiknek nem ment jól, ott aztán különösen. Hogy egy olasz adatot mondjak, az olasz háztartások 97%-a rosszabbul él jelenleg, mint a válság előtt él. Tehát a 2006-os szint alatt él 97% az olasz háztartásoknak. Most ez nagyon nagy mértékben, ez a középosztályok leértékelődése nagyon nagy mértékben meggyengítette a nyugati demokratikus politikát. Különböző módokon jelentkeznek a bajok, de lényegileg az összes sikeres nyugatos országban is bekövetkeztek a bajok. Ez először is politikai polarizációt jelent. Éles politikai szembenállások vannak. Ott van például az Egyesült Államok, a legfelsőbb bíróság tagjainak a választásának az elindítása, az elnök jogköre, és utána kétharmados döntés hoz a szenátus a jelöltről. Egy 30 évvel ezelőtt a jelölte 95%-a majdnem 100%-os többséget kapott. Tehát az elnök igyekezett úgy jelölni, hogy legyen meg a többség. Most egészen kivételes az ilyen többség, épp hogy hajszállal mennek át a jelöltek. Egészen éles az amerikai küzdelem. Ez egyik amerikai újság írta a minap, hogy szinte a két világháború között időkhöz hasonlítanak a radikális jobboldal, a radikális baloldallal áll szemben.
Németországban a német demokráciát, a boni demokráciát a kereszténydemokraták, meg a bajor kereszténszocialisták és a szociáldemokraták működtették felváltva. Mikor igazán jól ment nekik az 50-es, 60-as években, 90% fölötti szavazatot besöpölt ez a két párt együtt az összes szavazatnak. Aztán ez lassan lement a 70 körülre, és most volt egy tartományi választás, nagyon jellegzetes módon volt NDK területen, ahol a két nagy párt 30%-át sem vitte el a szavazatoknak együtt. Egészen egyszerűen megváltozóban van az egész világ. Ha a brit belpolitikát nézzük, akkor az a Brexit körüli viták, a Neue Zürcher Zeitungban, az egyik legmértékadóbb német újságban olvastam, hogy a brit politikában egyetlen egy őszinte mondat nem hangzik el. Nagyon erőteljes állítás, ezután rászántam egy napot, és elkezdtem olvasni módszeresen brit lapokat, bulvárlapot, meg mindent, és visszaigazolhatom, mintha itthon lettem volna, úgy éreztem magam, végigolvasva ezeket a szövegeket. Ha megnézik, a térségben is nagyon-nagyon hasonló dolgok következnek be. Lengyelország a 30 év egészét tekintve egyértelműen sikeresebb Magyarországnál. De a lengyel belpolitika állapota meglehetősen hasonló a magyar belpolitikához. Tehát az az ember érzése, hogy az az ismert világ, aminek a legszebb időszaka 50 és 73 között volt, amiből mi teljesen kimaradtunk, kívülről nézhettük, akkor is alig-alig, én még ugyan kisgyerek voltam ebben az időszakban, annak véget ért, és valaminek a végén vagyunk, úgy érzem. Tehát egy nagy korszakváltás előtt van a világ. Most ez történt Magyarországon is. Tehát kiderült, hogy a magyar demokrácia nem működik jól, rögtön az elején hideg polgárháborús szembenállással indult a magyar demokrácia. Magyarországon sose volt nagy egységpárt, a legnehezebb időkben sem valami blokkpárt kormányzott. A többi országban tipikusan az első három évet valami rendszerváltó mozgalom, egy mozgalom vezette, aztán ez darabokra hullott, de az ő utódpártjai kormányoztak tovább. A többi ország sikeres időszakai általában egyfajta polgári blokkhoz köthetők. A Lengyelországban ez valamilyen szolidaritás utódkormányt jelentett, Szlovákiában pedig ott volt a Dzurinda kormány, amiben, hogyha magyar képlettel akarom leírni, benne volt az ottani nyugatos MDF, a rendes SDS, Fidesz, sőt, még az ottani MSZP-nek a nyugatos része is. Ezek alkottak koalíciót. Magyarországon sosem volt ilyen, az első pillanattól kezdve egy hideg polgárháború szembenállás határozta meg a magyar politikát, lényegében 90 nyarától. Most nincs időm azt, hogy ezt végig szálazzam, de az bizonyos, hogy a magyar politika egyre kevésbé tudta megoldani a problémákat. Egyre biztosabban azt nézte a két tábor, hogy hogyan tudná a másikat legyőzni. Egyszer s mindenkorra. A saját tábor bűnei azok bagatelnek számítottak, jelentéktelenek ahhoz képest, hogy az ördögöt, a sátánt kell megállítani, a másik oldalt bármiáron. Tehát Magyarországon sose jött létre ilyen polgári blokk, hanem mindig megosztott volt ez a közönség. Így aztán a magyar politikának a cselekvő képessége egyre rosszabb és egyre gyengébben teljesítő volt. Különösen igaz ez a 2002 és 2010 közötti időszakra, amikor újra belesodródtunk egy nagyon súlyos adósságválságból, és pont akkor volt a térség legjobb konjunktúrájában, mi jobbára kimaradtunk. Mindez egy önpusztító, önveszejtő demokráciához vezetett, valami olyasmihez, mint ami a két világháború között Ausztriában is megtörtént. Az első osztrák köztársaság nem szerette igazán senki sem, mikor megszületett. Az egy háborút elvesztett országnak a köztársasága volt. Az osztrákok alapvetően Németországhoz szerettek volna csatlakozni, a demokratikus Németországhoz. Azért nem csatlakoztak, mert nem engedte nekik az antant. Egy nem szeretett köztársaság volt, ami nagyon sikertelen volt. Legközelebb Ausztriához, amióta vannak igazán statisztika adatok, 38-ban álltunk. A Horthy rendszer sikeresebb volt minden tekintetben, mint az osztrák demokrácia. Most ez a nem sikeres ország nagyon hamar valódi polgárháborúba ment. Ugye Bécset szokták tekinteni felmérések szerint is a föld legélhetőbb városának. Nehéz elképzelni, hogy Bécsben volt olyan tömegtüntetés, ahol 94 halott volt. Akkor még lőttek ilyen helyzetben, 5 rendőr halt meg, a többi tüntető volt.
és utána egy szabályos ágyukkal, géppuskákkal megcsinált polgárháború volt, még Hitler előtt 34-ben, ahol vége lett az osztrák köztársaságnak és az egész demokratikus valaminek. A történetünk nagyon hasonlít az osztrák történet. Ez nálunk a vége nem következett be, tehát a lövés meg a dolog lezárása nem következett be, de nálunk is egy önveszejtő demokráciába szaladt a dolog, aminek 2010 vetett véget. 2010-ben már nem jutott a parlamentbe olyan párt, ami a 89-es konszenzus alapján lett volna teljesen, és Orbán Viktor egy új második rendszerváltásba kezdett vele. Mivel így is jóval többet beszéltem, mint amit szerettem volna, itt zárnám, hogy egy második rendszerváltás indult el 2010-ben Magyarországon. Erről most én nem beszélnék, de azt kérném önöktől, hogy kérdezzenek bármit és bárhogyan. Köszönöm szépen a figyelmüket.